Két Európa csúcs és egy paralimpiai rekord, ami egy arany és két ezüstérmet jelent. Konkoly Zsófia a magyar csapat legeredményesebb versenyzője volt Tokióban. A Pécsi Sportiskola úszóját is jelölték az év sportolója gála legjobb női parasportolója díjra. Ugyanaz elismerést a vasas úszója a Tokióban 100 méter háton aranyérmes Papp Bianca vehette át, Zsófi egy cseppet sincs elkeseredve emiatt. Ráadásul az év fogyatékos csapata kategóriában is szoríthattunk Zsófiért, hiszen a 4x100 méteres gyorsváltót is jelölték a díjra. Ebben a kategóriában a női kerekesszékes tőrcsapat kapta az elismerést. Jó érzés volt az is, hogy egyáltalán ott lehettem egy háromban, még nem volt ilyen alkalom. Úgyhogy örültem, hogy egy ilyen tapasztalatot is tudtam szerezni, de örültem, hogy a Papp Bianca nyerte meg, úgyhogy majd egyszer talán én, de nem ez a legfontosabb. Nincsen köztünk sok kor különbség, úgyhogy szerintem emiatt is nagyon jó viszonyt ápolunk, úgyhogy tényleg nagyon örültem a sikerének. Leginkább az odavezető útra. Nagyon sok minden történt, és nagyon sok mindenben kellett fejlődnöm, úgyhogy leginkább az útra vagyok a legbüszkébb. Most értünk vissza a pihenőből, szépen lassan építkezünk, és majd március körül lesz világkupa, hogyha jól tudom, de a főverseny majd a világbajnokság lesz. A világbajnokságról csak bronzérmem van, úgyhogy talán valami fényesebbet elérni. Nagyon örültünk neki, ugye ez egy nagyon nagy elismerés, hogy egyáltalán a három jelölt közébe jutott, hiszen nagyon erős volt a mezőny. Valahol tudtuk, és egyébként szurkoltól is a Papp Biancának, hogy ő vigye, nagyon megérdemelte már ezt a díjat. Negyedszerre volt jelöl, nagyon szép eredményeket hozott nagyon régóta. A Zsófinak kiemelkedő volt idén ugye a teljesítménye, úgyhogy számunkra ő az év sportolója. Nagyon jó volt részt venni ezen a nívós gálán, nagyon örültünk, hogy ott lehettünk. Iván Bence erősebbik számában 200 vegyesen épp hogy lecsúszott a tokiói paralimpiai döntőről. A Magyar Úszószövetség szakmai napján díjazta a tavalyi év legjobb sportolóit. A Pécsi Sportiskola versenyzője az év férfi paraúszója díjat vehette át. A Magyar Úszószövetség tartott ilyen információs napot, és itt köszöntötték a 2021 legjobbjait. Ugye minden ifi válogatottból a legjobb fiú lány kapott, para válogatottból az ifi lány, a nyílt vizesek meg a medencés úszók közül. Ugye a férfi para díjat azt én kaptam. És ugye 2021-ben volt két érmem az Európa bajnokságról, meg ugye részt vettem a Tokió olimpián. Én erre vagyok a legbüszkébb tavalyról. Most ugye vizsgai időszak van az egyetemen, úgyhogy ez most elég húzós, így edzés van, meg ugye sok vizsga van még. Hát most próbálunk mindketten helytállni, a következő versenyek olyan áprilisban lesznek szerintem a világkupák, úgyhogy arra készülünk. Szerintem az állóképesség az nagyon fontos, hogy abba fejlődjünk itt a következő három évben, meg hát még a technikán is lehet még csiszolni, úgyhogy van dolgunk Párizsig. Nem tudtuk, hogy a szövetségnél is lesz egy ilyen, nagyon szép gesztus volt tőlük, ugye külön a fiúkat, lányokat értékelték, a Bence elhozta ugye a legjobb férfi paraúszó sportoló díját, úgyhogy nagyon örültünk, hogy értékelve lett, egy szép kupát kapott, úgyhogy neki is örülünk. A sportolók rövid pihenő után napi két edzéssel kezdték meg a felkészülést a 2022-es versenyekre. Igazából a héten fogjuk megkapni az idei versenyprogramot, ezt már várjuk, de ugye azt beszéltük, hogy januárban visszaállunk a rendszerességgel. Ugye tavaly is azért most már edzettek a sportolóim, de hát egy kicsit nagyobb szabadságot kaptak. Vártuk már nagyon mind a hárman, hogy visszálljon a rendszer az életünkbe és meglegyen, hogy melyik nap mit csinálunk. Úgyhogy nagy örömmel várjuk a munkát, és nagyon örülök, mert minden két sportolom nagyon motivált, és nagyon várja a felkészülést. A paraúszó világbajnokság júniusban lesz Madeirán.